A hazai dohánytermő területének mintegy 4/5-e Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, ezért gazdasági értelemben is ez számít az egyik legfontosabb agrárágazatnak. A termelők ugyanakkor azóta nincsenek könnyű helyzetben, hogy az uniós támogatások megcsappantak, így kizárólag kormányzati támogatások egészítik ki az előállítás költségeit. Kedden a megyei kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a térség dohánypiacának 4 fontos szereplője írt alá együttműködési megállapodást, ami az ágazatban dolgozók helyzetét javíthatja a jövőben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 500-an foglalkoznak dohány termeléssel, és hogyha hozzászámjuk azokat, akiknek ez a rendkívül munkaigényes ágazat a megélhetéséhez hozzájárulja, megélhetését biztosítja, akkor több ezer emberről beszélhetünk itt a megyében. Nyilván rendkívül fontos az, hogy ez az egész munkafolyamat az rendezett körülmények között folyjon. A kormányhivatal a maga részén az agrárügyi szakterületen ehhez kíván segítséget nyújtani. Nagy problémát jelent az, hogy a megtermelt dohány nem zárt pályán mozog, így az sok esetben a fekete piacot erősíti. Erről már a NAV megyei igazgatója beszélt. Kazsuk Attila kiemelte, az elmúlt években egyre több illegális tevékenységet sikerült kiszűrnie a hivatalnak, ennek ellenére nagy hátrány érte az ágazat tisztessége szereplőit. Le tudtuk rögzíteni azokat a közös pontokat, amelyek alapján mindenki előtt nyilvánvaló, minden szereplő érdekelt abban, hogy a tisztességes termelők jussanak elsősorban piaci pozíciókhoz, és azok, akik ezeket a kockázatokat hordozzák, ezek pedig minden hamarabb kerüljenek az adóhatóságnak, illetve a kormányhivatalnak a látókörébe, és egyedi célzott kiválasztással, ellenőrzéssel ezeket a szereplőket megpróbáljuk egy komolyabb kontrollá vonni, támogatva a tisztességes szereplőknek a piacra jutását. Nyíregyházi székhelyű ULT Magyarország Kft. A dohány feldolgozását és nemzetközi értékesítését végzi. A magyarországi dohánytermés közel 3/4-ét vásárolja fel. Mint azt a cég ügyvezetője elmondta, számukra is fontos, hogy az ágazat átlátható és kiszámítható legyen. Az elmúlt években szorosan együttműködtünk a kormányhivatallal és NAV-val is. Én úgy gondolom, hogy a tisztességes dohánytermőnek ez egy maximális védelem. A hatóság látja azt, hogy mi a szándék, és azoknak az embereknek, akik nem tartják be a törvény előírásait, azoknak egy jelzés. Idén egyébként nehezen indult a megyében a dohánytermesztés. A tavaszi hideg és esős időjárás miatt a termelőknek csak a szokásosnál később sikerült elültetni a palántákat. Az ezt követő hosszantartó meleg aztán jót tett az ültetvényeknek, így mégis kedvező termés átlaggal számolnak a szakemberek az 1-2 hét múlva kezdődő betakarítás során.